üdvözlöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Eperesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Dr. Bali Ildikó, utcai fórum a szekszárdi 6-os számú választókerületben. Egységben a Városunkért Közéleti Egyesület. Sajtótájékoztatót tartottak Bonyhádon. Szakma kiváló tanulója. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum két diákja kiváló eredményt ért el. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. Május 17-e és 20-a között tartják idén a nagyszabású rendezvényt. Néhány héttel ezelőtt kezdődtek Szekszárd 10 választókerületeiben a szabadtéri fogadó órák. Dr. Bali Ildikó, az elismert orvos, az egészségügyet szeretné erősíteni a megyeszékhelyen. 42 éve dolgozója és 34 éve a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház fertőző osztály osztályvezető főorvosa. Felkértek engem, hogy induljak az önkormányzati választásokon, tekintettel arra, hogy a stábban nincs egészségügyi dolgozó egyáltalán. Minden terület képviselve van, a kultúra, a művészet, a tanítás, vagy az iskola, vagy a gazdaság, de nincs egészségügyi dolgozó. Ezért gondolkodás nélkül örömmel válaszoltam a kérdésre, hogy igen, elvállalom. Akkor még nem tudtam azért, hogy mit jelent ez a kampány. Ma már tudom, de beleálltam, és minden erőmmel azon vagyok, hogy bekerüljek az önkormányzatba. Ehhez természetesen szükségem van a kerületembe, vagy a kerületembe, igen, élőkre, akiknek a szavazatára van szükségem, így tudok majd bekerülni. Ezért kérek mindenkit, aki a választókörzetembe, a 6-os választókörzetbe él, hogy segítsen nekem abban, hogy bekerüljek. Süli János országgyűlési képviselő a COVID-fertőzése okozta kórházi kezelése alatt ismerkedett meg közelebbről a képviselőjelölt szakmai és emberséges hozzáállásával. És azt gondolom, olyanokra kell bízni Szekszárdon a szekszárdiak sorsát, akik emberként is, szakemberként is helytáltok. Berlinger Attila polgármester jelöltként igyekszik a Fidesz-KDNP képviselőjelöltek fogadó óráin részt venni és erősíteni őket. Nagyon pozitív visszajelzéseink vannak. Érezhető a város lakosságában, hogy milyen sokan számítanak egy konstruktív, együttműködő és egy békés hangulatra, ahol végre nem az árokásás, nem a közösségi médiában való pocskondiázás, hanem egy előremutató gondolkodás lesz a jellemző. Készülünk egy komplett programmal is, rövidesen először egy teljesen átfogó kérdőív keretében szeretnénk megkérdezni a szekszárdi lakosokat, az őket is foglalkoztató problémákról, kérdésekről. Ennek a kiértékelését nagyon gyorsan meg tudjuk tenni, és ezt is szeretnénk beépíteni abban a fejlesztési programba, amely egy hosszabb távú, biztos, nyugodt, együttműködésen alapuló, megszépülő Szekszárd városképét tárhatja elénk. Mi ebben kérjük a lakosság együttműködését, megértését, együttgondolkodást. Azt gondolom, most megvan a lehetőség arra, hogy egy korábbinál jóval nyugodtabb és egy konstruktív csapat vegye át a város irányítását. Ebben mindenki csak nyertese lehet ennek a fejlődésnek. Dr. Bali Ildikó legelső célja, hogy a 6-os számú körzetben élőkkel megismerkedjen, felmérje a problémákat, egyeztetéseket folytasson, mindenkit meghallgasson és segítsen. Bonyhádon a 2024 évi önkormányzati választáson is mind a 8 egyéni választókerületben indulnak a képviselőjelöltjeik a Városunkért Közéleti Egyesületnek. Erről és a programtervükről tartottak sajtótájékoztatót a Perccel Kúriában. Az Egységben a Városunkért Közéleti Egyesület 2019-ben alakult azért, hogy részt vegyen Bonyhád közéletében a város településfejlesztési, szociális, oktatási, kulturális és környezetvédelmi tevékenységek támogatásában. Fenyvesi Csaba elnök elmondta, a tájékoztató célja a képviselőjelöltek bemutatása mellett a programjuk, valamint a terveik ismertetése volt. Továbbra is változatlan, mint ahogy megalakulásunkkor is, hogy a közéletet tisztelve varázsoljuk, illetve az emberek véleményét bevigyük a közgyűlésre, és képviseljük az ő feladataikat. Ezen belül a fő célunk ugye a közbiztonság, illetve a közlekedés biztonságnak a fejlesztése, illetve a hagyományainknak, értékeinknek a megőrzése.
Megkérdeztük, melyik polgármester jelöltet támogatják. Nem indítunk mi polgármester jelöltet, pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy nem tudunk olyan alkalmas feladatot ellátó szemét állítani, aki tudná ezt a munkát, tevékenységet ugyanolyan elánnal, illetve ugyanolyan hozzáállással végezni, mint a jelenlegi polgármester. Az Egyesület javaslatokat ad be a közgyűlés számára. Folyamatosan kidolgozunk olyan programokat, amelyek megvalósíthatóak, illetve helyi szinten megvalósíthatóak, és nem az országos törvényhozásnak kell megvalósítani, illetve a jóváhagyása. Az eseményen a vezető, aki az 5. választókerület képviselő jelöltjeként indul a választáson, bemutatta jelöltjeit is. Gecséné dr. Slárko Szilvia az 1. választókerületben, Vasari Tibor a 2., Kecskemét István a 3., Fábián Zoltán a 4., Jerkovics József a 6., Miklós Roland a 7. és Kecskemét Istváné a 8. választókerületben indul. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium érdekes és hasznos programot kínált a szabad levegőn diákjainak. A Dunaparton egy több állomásos játékos rendezvényt tartottak rendhagyó órák címmel. 9 megállón különböző tudományágak témaköreiből találkoztak szórakoztató feladatokkal, terítékre került többek közt az Európai Unió, az idegen nyelvek, a sport és a fizika. Az intézmény célja, hogy tágítsa a tanulók látókörét, inspirálják őket a környezettel és változatos feladványokkal. Megújult a járda a Radnóti Miklós és a Bartók Béla utca között Dunakömlődön. A gyalogosok mostantól egy komfortos szakaszon közlekedhetnek, mondta Szabó Péter, Paks polgármestere a beruházás műszaki átadásán. A 136 méteres járda felújítása mintegy 6,5 millió forintból Spíz József képviselő egyéni képviselői keretéből valósult meg. Ugyancsak megújult a település rész temetőjének kerítése. A Sánchegy utca felüli részen 260 méter hosszan fejeződött be a csere. Elhunyt Havasi János, Herceg Ferenc díjas újságíró, szerkesztő. Havasi János 1952. július 12-én született Dombóváron. A Janus Pannonius Tudomány Egyetem állam és jogtudományi karán végzett 1976-ban, majd 1976-1977-ben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége újságíró iskolában. 1977 és 1983 között a Dunántúli Napló munkatársaként dolgozott. Munkáját 2009-ben a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek konvenciója Sándorov Péter díjjal ismerte el. 2010-ben a Magyar Hadisír gondozásért kitüntető címben részesült, 2019-ben Párizs város nagyérmének ezüst fokozatával tüntették ki. 2020-ban a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét vette át. 2021-ben Herceg Ferenc díjat kapott. Havasi Jánost a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA saját halottjának tekinti. 71 éves volt. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum 2 diákja is bejutott a Szakmasztár Fesztiválra, a szakma kiváló tanulója verseny döntőjébe. Egy 2. és egy 4. helyjel büszkélkedhetnek. Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellária köszöntötte a szakma kiváló tanulója 2 döntősét, Szedeli Janka Biankát, a Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképzőiskola tanulóját, valamint Jókai Rafaelt, a Percelmor Technikum és Kollégium diákját. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás volt, és egy nagyon nagy kihívás a centrum számára az, hogy hogyan tudjuk megtalálni azt a partnerséget a duális képzőhelyeinkkel és a képzőpartnereinkkel, amely mentén a tehetséges fiatalokat is tudjuk támogatni, és amely mentén az iskola és a képzőpartnereink, a duális partnereink tudnak olyan hozzáadott értéket adni a fiatalok napi tudásához és tevékenységéhez, amivel aztán ilyen óriási eredményt tudnak elérni. 2. helyet szerzett Szedeli Janka Bianca cukrász tanítvány, aki univerzum témában készített tortát. Elmondta, a tanárok segítségével készült fel a megmérettetésre. 2 emeletes tortáról van szó, az alsó szint 30 cm átmérőjű volt, a 2. szint pedig 20 cm átmérőjű volt, és ezen a tortán volt egy ilyen kis tengely, amin volt pár darab kis bolygó, a tortának a legtetején volt igazából egy nagyon nagy bolygó viszonylag, ami olyan volt, mint hogyha a 3. emelet lett volna, és még ugye még csináltam mellé kis bolygókat, kisebb-nagyobb bolygókat. Jókai Rafael, a Percelmor Technikum és Kollégium központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő növendéke 4. helyezést ért el.
Felkészülése a duális partnerénél, valamint az iskolájában a szakmai órákon zajlott. A verseny alatt egy komplett fűtési rendszert kellett a méretlen gáztól 3 radiátor bekötésig és egy füstgáz elvezetést kellett készre csinálni. A kiváló eredményeket elérő tanulók jutalomban részesültek a szakképzési centrumtól. A János Vitéz Arcai Komplex Múzeum pedagógiai program középpontjában Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeménye állt. A foglalkozások során a Petőfi Irodalmi Múzeum 2 a Döbrököző iskolába ellátogató munkatársa interaktív módon, izgalmas formai és vizuális megoldásokat használva segítette a tanulókat közelebb varázsolni Petőfi Sándor klasszikusához. A programsorozat 3 különböző korosztálynak szóló foglalkozást foglalt magába. Kalandozások János Vitézzel, János Vitéz társasjáték, János Vitéz lakomái. Kiállítás nyílt a Bonyhádi Városi Könyvtárban Császárné Vanya Melinda a festményeiből. A tárlat a közeli helyeken címet viseli, hiszen a természetet ábrázoló képek nagyrészt Bonyhádon és a közeli mecsekben készültek, de több festményen a balatoni tájat mutatja meg a kiállító. A megnyitót Csernik Nóra, a Percelmor Technikum és Kollégium diákjának szavalata színesítette. A kiállítás május végéig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében. Fantasztikus hangulatú teltházas mérkőzésen 91-75-re legyőzte a KSC a Sopron Basket együttesét, így a 3. helyen zárták a 2023-2024. Évi bajnokságot. Gyokic Zsejkő 8,5 szekszárdi éve alatt egy Európa Kupa bronzérmet, a bajnokságban 4 ezüstöt és 1 bronzot, a Magyar Kupában pedig egy aranyat, illetve 2-2 ezüstöt és bronzérmet nyert. Hamarosan érkezik az idei évi szekszárdi pünkösdi fesztivál. A vármegye székhelyi ikonikus eseménye 4 napon keresztül szórakoztatja a fellépőket különféle programokkal, koncertekkel. Természetesen az ételek és az italok sem maradnak el. Május 17-e és 20-a között rendezik idén a szekszárdi pünkösdi fesztivált. Az ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón a legfontosabb tudnivalókról számolt be Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. Közel 40 program számos helyszínen várja majd a vendégeket. Ebben a 4 napban mind a családok, mind a gasztronómia az ínyenséget kedvelők, illetve a zenei produkciókra, koncertekre vágyók meg fogják találni a nekik való ínyenségeket, megfelelő helyszíneket. Alapvetően a Béla Király téren kerül felállításra a nagy színpad, ahol ezen a 4 napon át mind a helyi kiváló zenekarokat, együtteseket, csoportokat, mind sztárvendégeket fogadhatunk. Egy-két nevet azért elmondanék a kedves nézőknek, hallgatóknak: Magna Cum Laude, Szekeres Adrien, Horváth Tamás, Király Viktor, és emellett sok-sok partizenekar és sok kiváló helyi csoport is, ahogy említettük, látható lesz. Érkezik még például a Zaporozsec és a Stadium X is. A pünkösdi fesztivál nem lenne az igazi kiváló ételek és italok nélkül. A Béla Király téren egy nagy gasztrosátorban a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület készül változatos ételvilággal. Italkínálatban sem fogunk szűkölködni, hiszen 4 kiváló szekszárdi pincészet kínálja a borait, emellett természetesen minden más ital is, koktélpatika, kávézók és más kínáló cégek által megjelennek a téren. Nincs pünkösdi fesztivál gyermekprogramok nélkül és vidámpark nélkül, újra hagyományos helyszínen a Garai téren, illetve pontosabban a Szent István téren egészen a Vosinszky-Mór megyei múzeumig fognak kitelepülni ezek az egységek, de ugyanúgy helyszín lesz a Vármegyeházának a folyosó galériája és kertje is, ahol kiváló kiállítások zajlanak. Itt is már csütörtökön Retkes Tamás fotográfus gemenci témájú, ez is egy hagyományos rendezvény, kiállítását fogjuk megnyitni. A kiegészítő programok közé tartozik a Vármegyeháza kertben május 18-án szombaton a Tanya udvar és Vásári forgatag játszópark, illetve 19-én és 20-án a Mosoly udvar népi játszótér. A Kulturális Központban 20-án pedig Tolna vármegyei pünkösdi vigasságokat rendeznek.
Zárszóként talán szeretném kérni a kedves szekszárdiak és az ide látogató vendégek türelmét, hiszen egy ilyen nagy rendezvény, egy nagy fesztivál mindig jár bizonyos kellemetlenségekkel, itt elsősorban az útlezárásokra, az elterelésekre gondolok. Ezt a 4 napot próbáljuk meg minden évben annak tudatában megünnepelni, hogy ilyenkor több tízezernyi vendég látogat ide, ilyenkor a város a legszebb arcát tudja mutatni, és ha mi jó vendéglátók vagyunk, akkor ide a következő években is minden évben sokan vissza fognak térni. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere úgy véli, hogy a rendezvényre a szervezők színvonalas programkínálatot állítottak össze. Minden korosztály meg fogja találni a szórakozási lehetőségét. Itt visszakerülnek a helyszínek, amik itt az elmúlt időszakban a születi napok alkalmával korrigálásra, módosításra szorultak. Köszönjük szépen a támogatóinknak a hozzájárulásokat, köszönjük szépen a Babits Mihály Kulturális Központ dolgozóinak a színvonalas programoknak az összeállítását, leszervezését. Az alpolgármester is kérte a fesztivál idejére a szekszárdiak türelmét és kompromisszumkészségét. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Újabb munkahelyeket teremtő cég bővíti kapacitását. A 3 milliárd forintos beruházást több mint 600 millióval támogatta a kormány. Választás. Európa jövőjéről is döntünk június 9-én, mondta Barcson Dömötör Csaba. Megmutatják a bükkösdi kőbánya működését. Nyílt napot szervez az üzemeltető cég. Baranya vármegyében bővíti kapacitásait Európa piacvezető vállalata, a Varema. Az újabb munkahelyeket teremtő, mindegy 3 milliárd forintos beruházást több mint 600 millió forinttal támogatta a magyar állam. A német-magyar gazdasági kapcsolatok változatlanul erősek, és folytatódik ezek továbbfejlesztése. Átadták az elsősorban árnyékoló gyártásával foglalkozó német cég mintegy 3 milliárd forintból épült porfestőüzemét Pécsett szerdán. Ezáltal újabb munkahelyek teremtődnek. Modern, biztonságos munkakörülményeket és jó fizetés biztosít a cég, mondta Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Mai napon külügyminisztérium államtitkár asszonyával, Illés Boglárkával volt lehetőségünk felavatni a Varema egyik új üzemcsarnokát. A Varema az egy német tulajdonú vezető, piacvezető, árnyékolás technikai eszközöket gyártó cég. Pécs határában bővíti a gyártási kapacitásait. Ma megtekintettük a gyárcsarnokot is, és azt mondhatom, hogy a legmodernebb technikával, a német precizitással dolgoznak baranyai, pécsi emberek a új üzembe, és jól láthatóan olyan termékek készülnek, amelyek Nyugat-Európában és a világ minden pontján eladhatóak lesznek. Közel 100 embernek biztosít a cég munkahelyet a fejlesztések befejezését követően, hangsúlyozta a vármegyei elnök. A mai beruházás azt is bizonyítja, hogy a baranyai emberek és a pécsi emberek az igazán fontos kérdésekben számíthatnak a magyar kormánynak a támogatására, a vármegyei önkormányzat együttműködésére, és bizonyítja ez a mai ünnepi átadás azt is, hogy jó döntést hozott a Varema akkor, amikor még 2018-ban, még a korábbi pécsi városvezetéssel és a kormánnyal megállapodva úgy döntött, hogy Pécsett indítja el a beruházásait. Az elmúlt 6 esztendővel ez most már a 4. gyártócsarnok, amit Pécsett megépítettek és amelyet ma átadhattunk. Én bízom benne, hogy ez Pécs és egész Baranya gazdaságának egy új lendületet tud adni, és hogy a Varemának a beruházása is hozzájárul ahhoz, hogy a baranyai gazdasági teljesítmény az növekedjen, mint ahogy az elmúlt években jelentősen növekedni tudott. Az újabb munkahelyeket teremtő mintegy 3 milliárd forintos beruházás több mint 600 millió forinttal támogatta a magyar állam. A német-magyar gazdasági kapcsolatok változatlanul erősek, és folytatódik ezek továbbfejlesztése, tette hozzá Őri László. Európa jövőjéről is szól a június 9-i választás, mondta Fidesz-KDNP országjáró körútja Barcsi állomásán Dömötör Csaba. A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára kiemelte, a voksolás a háború és béke kérdéséről is dönt. Ez a mostani választás jóval többről szól, mint sem, hogy kik képviseljenek minket az önkormányzatokban, illetve az Európai Parlamentben. Ez a választás háború és béke kérdéséről is dönt. A június 9-i választás tétjéről beszélt a Fidesz-KDNP országjáró körútjának Barcsi állomásán Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Mint elmondta,
Intenzívebb lett a háborús mozgolódás, formálódik egy NATO misszió. Az Egyesült Államok pedig a közelmúltban 60 milliárd dolláros támogatási csomagot szavazott meg Ukrajnának. Június 9-én Európa jövőjéről döntünk, tette hozzá Dömötör Csaba. Sosem függtek ennyire össze az európai politika kérdései az önkormányzatok kérdésével. Hiszen minél hamarabb kanyarodunk vissza a béke útjára, annál hamarabb lesz az egyes tagországoknak, illetve az egyes önkormányzatoknak is nagyobb mozgástere arra, hogy ezeket a fejlesztéseket, ezeket a terveket megvalósítsák. Több 10 milliárd eurónyi összeget költött eddig Európa háborúra, és még többet akarnak. A NATO egymaga 100 milliárd dollárnyi összeget akar a következő 5 évben a háborúra fordítani. Ezt az összeget másra is lehetne költeni. Utakra, iskolai fejlesztésekre, kerékpárutakra, intézményfejlesztésekre, egészségügyre. Mint Barcson elhangzott, a délsomogyi településeken élők számára is fontos a béke, hiszen akkor képzelhető el a gazdaság normalizálódása és a megkezdett fejlesztések folytatása. Erről már Szászfalvi László országgyűlési képviselő beszélt. Családi otthonteremtési kedvezmény, annak ugye a falusi csok változata, ami a kis településeinken rendkívül népszerű program, vagy a Magyar Falu programot hadd említsem, az kifejezetten egy nagyon progresszív és népszerű programmá vált a kis településeink életében, és ugyanígy a kisvárosaink életében pedig a gazdasági fejlesztés, amely az elmúlt esztendők során megindult az ipari parkoknak a létrehozásával, illetve a ipari parkok infrastruktúrális fejlesztéseivel, és nyilván most az lenne a következő lépés, következő feladat, hogy ezeket próbáljuk betelepíteni életképes vállalkozásokkal, és a munkahely teremtést tovább tudjuk vinni, tovább tudjuk folytatni. Barcs is számos fejlesztést tervez, ennek fontos eleme az óvodák korszerűsítése. Mi nyitunk a fiatalok felé és a kisgyermekek felé, hiszen egy top pályázaton egy bölcsödét mutattunk be, amit teljesen tökéletesen a 21. század igényeinek megfelelő, hiszen napelemmel van ellátva a fűtése, geotermikus energiával megy. Készítünk top 20-os pályázatba, két óvodát újítunk föl teljesen, mindegyikbe sószoba kerül, tornaszoba, parkolókat alakítunk ki. Nyertünk olyan pályázatot, ami az önkormányzati intézményeknek az olcsóbb működtetésére nyertük el, napelemes pályázat, és bevállaltunk a képviselő úrral egy olyan feladatot, ami ugyan nem az önkormányzatnak a feladata, a város elhanyagolt sportcsarnokának a rendbetételét. Erre már 172 millió forint forrás nyert a város, majd további 360 millió forintot. A tervek szerint május közepén indulhat a kivitelezési munka, mondta Kós Csaba polgármester, aki fontos célként tűzte ki az úthálózat fejlesztését is. Kőfejtés, feldolgozás, óriási méretű munkagépek, szállítóeszközök. Röviden ezek láthatók majd Bükkösdön. Nyílt napot tartanak a bányában, ahol minden érdeklődő megismerheti az ott folyó munkát. Az eseményre már várja a jelentkezéseket az üzemeltető cég. Látogatók a bükkösdi kőbányában tavaly készültek ezek a felvételek, mikor megnyitották az érdeklődők előtt az üzemi területet. A bányát működtető cég idén is várja azokat, akik szeretnék megismerni a kőfejtő és a feldolgozó munkálatokat ezen a helyszínen. Most már úgy gondolom, hogy hagyományosnak tekinthető az, hogy idén is június 15-én kinyitjuk a Holcim királyegyházi cementgyárához tartozó bükkösdi kőbánya kapuit minden érdeklődő számára. Ahogy említettem, június 15-én várunk mindenkit szeretettel, ez egy ingyenes rendezvény, viszont előregisztráció a feltétele, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy a www.holcim.hu weboldalon keresse az előregisztrációs felületet. Idén is nagy létszámú érdeklődő csapatra várunk. Tavalyi évben ez egy szombati napon volt megszervezve, és már hetekkel az időpont előtt megteltek a programra jelentkezőknek a csoportjai. Úgyhogy idén is ezt várjuk. Érdekes és izgalmas programokkal készülnek a bánya nyílt napra, mondja a gyárigazgató. Idén is megmutatjuk minden érdeklődő számára, hogy a mai világban egy modern cementgyárat, illetve az ahhoz kapcsolódó bányát hogyan kell üzemeltetni. Betekintést nyújtunk a technológiába, a dömpereink hogyan szállítanak több mint 60 tonna anyagot egy fordulóra, úgyhogy nagyon érdekes és izgalmas programokkal készülünk.
Egy ilyen ipari területen a legfontosabb a látogatók biztonsága. Ezért azt kérik a szervezők, hogy mindenki a megfelelő ruházatban érkezzen a bányához. Minden látogatót arra szeretnénk megkérni, hogy legalább hosszúszárú nadrágban érkezzen, illetve zárt cipőben. Nem csak a saját munkavállalóink biztonságát tekintjük fontosnak, hanem minden hozzánk érkező vendégét is, úgyhogy ez egy elengedhetetlen előfeltétel ennek a bánya látogatásnak. Nyilván az összes többi szükséges egyéni védőeszközt mi pedig biztosítani fogjuk a látogatók részére. Június 15-én a magánszemélyeket, helyi lakosokat, családokat, baráti társaságokat várják a Bükkösdi kőbánya nyílt napjára. Itt egy órás program során mutatják be a bánya működését, a termelési folyamat szakaszait. A látogatáson maximum 25 fős csoportok vehetnek részt, életkori megkötés nélkül. A nyílt nap után sem zárják be a kapukat. Június 17-én, 18-án és 19-én délelőttönként a nevelési oktatási intézmények csoportjait várják a Holcim Bükkösdi kőbányájában. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Dr. Bali Ildikó, utcai fórum a szekszárdi 6-os számú választókerületben. Egységben a Városunkért Közéleti Egyesület, sajtótájékoztatót tartottak Bonyhádon. Szakma kiváló tanulója, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum két diákja kiváló eredményt ért el. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál, május 17-e és 20-a között tartják idén a nagyszabású rendezvényt. Pénteken alapvetően napsütéses, kellemesen meleg, koranyárias napunk lesz. Délelőtt zavartalan napsütéssel számolhatunk, délután azonban növekvő gomoly felhőzet mellett elszórtan helyi, kiskörzetet érintő, rövid ideig tartó záporok, kisebb valószínűséggel zivatar gócok is kialakulhatnak. A szél gyenge vagy mérsékelt erősséggel és változó irányból fúj, majd az esetleges zivatarok környezetében élénkülhet fel átmenetileg. Este éjjel átmeneti mérsékelt felhősödések mellett zömében nyugodt, csillagfényes égbolt valószínű. Kis eséllyel elvétve kialakulhat ugyan rövid zápor, de nem lesz jellemző a csapadék. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!